Köszöntjük kedves nézőinket! Önök a Liceum Televízió hírműsorát, a Hírláncot látják. Témáink röviden. Ismét adott a Fulbright pályázat lehetősége. Nemzetközi rendezvénnyé vált az Eszterházi Filmnapok. Megkezdődtek a hallgatói önkormányzati választások. Egerbe érkezett az idén 20 éves Fulbright Magyar-Amerikai Oktatási Csereprogram Bizottság ösztöndíj ismertető programja. A pályázók közül azoknak van esélyük nyerni, akik az Egyesült Államokban megszerzett tudásukat és tapasztalataikat a későbbiekben hatékonyan tudják a magyar társadalom szolgálatába állítani. Aki nem pályázik, nem is nyerhet. Ezzel a jelmondattal kezdődött a Fulbright Magyar-Amerikai Oktatási Csereprogram Bizottság tájékoztatója. Az előadók beszámoltak többek között a pályázás feltételeiről, előnyeiről és a szükséges előkészületekről. Különböző lehetőségek vannak, tehát ugye vannak diákoknak szóló lehetőségek, oktatóknak, kutatóknak, sőt most már ugye tanárok is bekapcsolódhatnak a programba. Az előadás második felében dr. Gábos Judit saját tapasztalatairól mesélt. A Dél-Karolinai Egyetem úgy nevezik, hogy Flagship University, tehát a központi nagy kampuszán, a School of Music-ba, tehát a zeneművészeti karon tanítottam zongorát és tartottam Bartokról kurzust. Az angol nyelvű tanulmányi munkák beadási határideje a 2013-2014-es tanévre május 7-e. Rendhagyó angol nyelvkönyv jelent meg a Liceum kiadó gondozásában. Dr. Budai László munkája nem mindennapi képanyaggal és anyanyelvi beszélők segítségével rögzített hangfelvételekkel segíti az idegen nyelvtanulást. A Tittelpál könyvtárban és médiacentrumban került sor dr. Budai László, Budai Andrea és Budai Dániel Lépten nyomon angolul című kötetének bemutatójára. Az ötlet egy séta során született meg bennem. Leszkelődtem, egyedül járkáltam egy angol utcán, és akkor döbbentem rá, hogy bármerre nézek, mindenhol angol kiírást, angol betűket, angol szövegeket látok. A könyvet dr. Kistóth Lajos köszöntője után dr. Budai László és dr. Bárdos Jenő mutatták be. A legnagyobb erényének én a kultúrértékét tartom, a különlegességét, hogy kontextusba helyezve mutatja a szavakat. A hiánypótló kötet a Liceum kiadó gondozásában jelent meg. A Liceum tanácstermében tartották azt a szakmai összejövetelt, melyet a Kommunikációs Nevelésért Egyesület, a Miskolci Akadémiai Bizottság Kommunikációtudományi Bizottsága és intézményünk alkalmazott kommunikációtudományi kutatócsoportja rendezett. A Tudatosság a Kommunikációban konferencia sorozat hozzájárul ahhoz, hogy a kommunikációtanári képzésben résztvevő hallgatók tanórai kereteken kívül is szakmai vitákat folytathassanak. Mivel egy teljesen új szakról van szó, egy új képesítésről, szükségesnek láttuk egy olyan szakmai fórumnak az elindítását, amely mind módszertanilag, mind tartalmilag felkészíti a leendő kollégákat a kommunikáció tantárgy oktatására. A fiatal kutatók és pedagógus hallgatók a hatékony kommunikáció és a kellő motiváció előnyeit prezentálták, mind a diák-tanár, mind a tanár-szülő viszonyában. Azzal, hogy hatékonyan, eredményesen, hatásosan tudunk kommunikálni, már ezzel is végig tudjuk vinni az óra menetét, motiválni tudjuk őket, fegyelmezettek lesznek. A felvetett problémákat vita formájában értékelték a jelenlévők. A szakreferens jelöltek bemutatkozásával kezdődtek meg a hallgatói önkormányzati választások. A meghallgatáson a nappali és levelező tagozatos diákok ismertették jövőbeli programjaikat, elképzeléseiket. A főiskola számos karáról voltak jelentkezők, akik rövid beszéd keretében ismertették programjukat a választási bizottság tagjai előtt. Szeretnék azokon a problémákon változtatni, hogy például a HÖK és a hallgatók közötti ellentéteket megszüntessük, illetve szeretném őket a programokról, rendezvényekről értesíteni. A választási bizottság elnöke sikeresnek tartja a jelöltek meghallgatását. Minden szakon megkérettük a szakreferensi tisztségre a lehetőségeket, olvashatták a hallgatók, hogy lehet jelentkezni, és ennek sokan eleget is tettek. A hallgatói önkormányzati választásokat április 3-a és 7-e között bonyolítják le. Szárnyalj és merj, filmez és nyerj szlogennel idén is megrendezik az Eszterházi Filmnapokat Egerben. Az Illés György emlékét őrző programsorozatra április 27-én és 28-án kerül sor. A rendezvény helye a Liceum új 3D-s terme, az Auditorium Digitárium lesz. A Mozgókép Kultúra Tanszék 4. alkalommal rendezi meg az Eszterházi Filmnapokat.
A programsorozat keretein belül Kép a képben címmel fotópályázatot is hirdet. Ebben az évben harmadik alkalommal kerül megrendezésre a felsőoktatási diákfilmszemle, ami nemzetközivé vált ez évtől. A Eszterházi filmnapok keretében hagyományosan, most negyedik alkalommal pedig az Eszterházi fotópályázatot hirdettük meg Kép a képben címmel. Az Eszterházi fotópályázatra a színes vagy fekete-fehér pályaműveket előhívott vagy kinyomtatott formában kell leadni, A4-es méretben. A negyedik Eszterházi filmnapok alkalmával úgy döntöttünk, hogy tematikus fotópályázatot írunk ki. Ennek a tematikus fotópályázatnak a címe a Kép a képben. Ez alatt azt értjük, hogy olyan felvételeket várunk a hallgatóktól, amelyekben egy másik kép is szerepel, oly módon, hogy a környezetének a jelentését is a képben lévő kép megváltoztatja vagy befolyásolja. Az alkotások leadási határideje április 16, leadási helye pedig a Mozgókép Kultúra Tanszék 602-es és 603-as szobája. A tavalyi aranypálmadíjas film az Életfája egyszeri, kedvezményes egri vetítésén vehettek részt az érdeklődők a Vadeper Filmklubban. A Mozgókép Kultúra Tanszék gondozásában újraindult a Vadeper Filmklub. A leginkább kortárs filmeket felvonultató rendezvénysorozatnak az Agria mozi ad otthont. Az a története, hogy volt pár évvel ezelőtt egy Vadeper Filmklub címmel egy sorozat, ami nagyon jól működött, és aztán volt egy kis szünet, és most ebben a fél évben újra feltámasztottuk ezt a főleg kortárs filmeket bemutató filmklubot. A tavalyi évből például ilyen az Életfája, a Cannes-i aranypálmás film, ilyen a Melankólia, ezek valóban az év filmjei voltak tavaly. Ezek most láthatók ebben a filmklubban. Ezen a héten Terence Malick az Életfája című aranypálmadíjas alkotását láthatták az érdeklődők. A következő alkalomra április 18-án kerül sor, a vetítésekre 300 forintos kedvezményes jegyek válthatók. Az alumínium és a fa Csepregi Balázs szobrainak legkedveltebb alapanyagai. A képzőművész a vizuális művészeti tanszéken megtartott előadásában arra vállalkozott, hogy műveivel szemléltesse, miként lehet a hétköznapi formákat szokatlan ábrázolásmóddal, többlettartalommal felruházni. Főiskolánk F épületében tartott előadást Csepregi Balázs szobrászművész, aki nem csak alkotásait, hanem megmunkálási technikáit és az egy-egy munkát megelőző előkészületeket is bemutatta az érdeklődőknek. Legszívesebben fémmel dolgozom, ezen belül is az alumíniumot szeretem a legjobban, kalapálni, hegeszteni, tehát domborított szobrokat készítek főképp, de faszobrokat is szoktam időnként csinálni, a követ kifejezetten kerülöm. A vetítéssel egybekötött előadás második felében hazai és külföldi művésztelepek életébe is bepillantást nyerhettek a művész hallgatók. Véget ért a hang- vagy tehetségkutató verseny. A folytatásban a főiskola honlapján leadott szavazatokkal segíthetik a rajongók, az előadókat és együtteseket abban, hogy minél jobb helyezést érjenek el. Az Eszterházi Károly Főiskola tehetségkutató versenye az utolsó fordulójához érkezett. Ez az alkalom azért is különleges volt, mert beerpong és gitárhíró bajnokság is színesítette az estét. A hét végéig, csütörtök péntekre felkerül minden körül egy HD felvétel, az FN-nek lesz egy alhonlapja hang vagy menüponttal, itt lesz minden zenekarnak egy külön portfóliója, és egy 8 napon áttartó szavazás veszi kezdetét, ahol minden ember a Facebook akkontjával tud majd szavazni. Három fellépő mutathatta be muzsikáját. Football Junior akusztikus előadó, a Hungaridin világzenei együttes, illetve a Kazinc Barcika is Ming zenekar. 2009-ben alakult egyébként ez a zenekar, én személy szerint egy éve játszok benne. Műfaját tekintve úgy tudom meghatározni, hogy ilyen pop-rock, de egyébként keveredik benne rengeteg műfaj. A legtöbb közönség szavazatot kapott fellépő 20 óra stúdióidőt nyer, az első három helyzet pedig fellépési lehetőséget kap az FNN. Sziasztok, HK! Tavasz köszöntő zenei fesztivált rendezett a Kepes György Szakkollégium. Az előadók között a főiskola énekszakos hallgatói is felléptek. A Kepes György Szakkollégium szervezésében a Tavasz köszöntő zenei fesztiválon sok tehetséges feltörekvő zenész lépett fel, hogy zenéjükkel örvendeztessék meg az odalátogatókat.
szerettem zenélni nektek egy kicsit itt a lámpásba. Kepes György szakkollégium szervezésében egy kis tavaszias zenei estem. Még hogy egyre gyakoribb lesz, hogy a Kepes György szakkoli szervezésein belül fel tudunk majd lépni. A programon közel 2 órán át mulathattak a muzsika kedvelői, hiszen tudjuk, a zene mindenkié. 6 gólos győzelmet aratott az EKF Eger Food Imola férfi vízilabda csapata a Cegléd ellen. Az egriek a sikernek köszönhetően továbbra is 3 ponttal vezetik a másodosztály B csoportját. Nem sikerült rangadót nyernie Salgótarjánban az EKF Eger Hész férfi kosarasainak. A főiskolások az idegenbeli vereséggel a 2. helyen zárták az alapszakaszt. A középmezőnyben helyet foglaló Ceglédet fogadta, mostoha időjárási viszonyok közepette a nyitott bárányoszodában az EKF Eger Food Imola férfi vízilabda együttese. Már a találkozó elején látszódott a 2 csapat közötti különbség, ennek köszönhetően 5-1-re el is húztak a 3 OB1-es játékost is soraiban tudó egriek. A 2. játékrészben 2-2 gólt rámoltak be a felek, így az előny nem nőtt, ahogy a 3. negyedben sem. Ez többek között annak is köszönhető volt, hogy a játékvezetők még saját maguk számára is értetetlen ítéletekkel borzolták a rossz időjárás ellenére szép számmal kilátogató egri drukkerek idegeit. Az utolsó negyed ismét hazai parádét hozott, és végül egy magabiztos 10-4-es győzelemmel zártak fiaink. Így az alapszakasz győzelemhez a hátralévő 3 mérkőzésből már csak 2-t kell megnyerni az EKF-nek. Igazi kosárlabda csemege szemtanúi lehettek a salgótarjáni városi sportcsarnokba látogatók, ugyanis a nógrádi együttes az EKF Eger Hész gárdáját fogadta. Kiváló hangulat közepette zajlott az összecsapás, az 1. negyedben tartotta a lépést az Eger, viszont a 2. játékrészben hengerelt a Tarján, és 23 pontos hátránnyal vonulhattunk a nagyszünetre. A maradék 2 játékrészben voltak kiváló periódusaik a mieinknek, és ennek köszönhetően 7 pontra is sikerült leapasztani a lemaradásunkat. Sajnos ennél többre már nem tellett, és a végén ismét belelendült a hazai csapat, így 84-62-re verte meg az EKF kosarasait. Ezzel eldőlt, hogy az alapszakaszt a 2. helyen zárja a Hész, és készülhet a Smacz elleni rájátszásbeli mérkőzésre. Kedves nézőink! Önök a Liceum Televízió hírműsorát, a Hírláncot látták. Viszontlátásra!